Esővíztározó és vízelvezető árkok Nyírbogdány házai előtt. A felújítást már régóta tervezték, most Európai Uniós forrásból 402,33 millió forintból valósult meg. Egy topos pályázatról beszélünk, amely az környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésre vonatkozott, és ez Nyírbogdányban csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciójára vonatkozott. Ezt a projektet kettő ütemben valósítottuk meg. Az első ütemben Nyírbogdány gyártelepen sikerült a csapadékvízelvezető rendszernek a teljes rekonstrukcióját megoldani. Itt a zárt és nyitott csapadékvízelvezető rendszereket alakítottunk ki, illetőleg újítottunk föl, illetőleg egy 800 köbméter nagyságú víztározót építettünk, ahova a csapadékvizet elvezetjük. A második ütem pedig Nyírbogdányban a Szabadság utca és a Petőfi utca csapadékvízelvezetésének a rekonstrukciójára vonatkozott. Ezt a napokban fejeztük be, ezt a projektet, napokban lett átadva. Gyakorlatilag a település néhány helyén olyan mértékű problémát okozott a csapadékvíz, amelynek a megszüntetése mindenképpen szükségszerű volt, és azt gondolom, hogy ezzel a beruházással ezek a nehéz helyzetben lévő település részek mentesülni fognak a csapadékvíz által okozott problémák alól. Bár a szárazság miatt a víztározókban esővíz jelenleg nincs, a korábbi évek tapasztalata az, hogy a csapadékosabb időszakban a családi házas övezetekben a kapubejárókban összegyűlt az esővíz, és ez nehezítette az ingatlanok megközelíthetőségét is. A burkolt csapadékvíz csatornáknak köszönhetően a káros felszíni vizeket sikerült az érintett területekről elvezetni. Ugye a víznek az a sajátossága, hogy általában odafolyik, ahol a legalacsonyabb pont található, és bizony voltak olyan utcák, vagy az utcáknak olyan részei, például itt bent a Petőfi utcán, ahol gyakorlatilag a csapadékvíz az utcáról lefolyt, és ez megállt a kapuk előtt, a járdán, és ugye ez komoly kellemetlenségeket okozott, hiszen ha nagyobb eső volt, akkor nem lehetett az ingatlanokról kijönni, nem lehetett az ingatlanokat megközelíteni. Most sikerült ezt a problémát úgy orvosolnunk, hogy ezeken a területeken víznyelő aknákat építettünk be, amelyek összeköttetésbe kerültek a vízelvezető rendszerrel, és gyakorlatilag innen ezt a vizet, ez a rendszer el fogja vinni, így nem fog ott a kapuk előtt problémát okozni. A beruházásnak köszönhetően a település ezen területeinek belvízmentesítése teljes mértékben biztosítottá vált.